Na szevasztok srácok, én Mumu vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban, egy ilyen realisztikus survival, azaz túlélő részben, és mivel az lett megszavazva, hogy hosszabb részek legyenek, konkrétan 100%, úristen, még maradtak szörnyek, hajjaj. Emiatt ez most egy viszonylag hosszú rész lesz, és azzal kéne kezdeni egybe, hogy valahonnan kéne előkeríteni 3 darab bárányt. Mert nem szeretnék úgy járni, hogy esetleg elmegy az a csak úgy ülünk a lakásban, és ennyi esetleg bányázgatunk, mert az unalmas, de ezt gondolom így ti is tudjátok. Jó, bárányt az állított, hogy nem látok valahogy, egyenesen kéne haladni, úgy kb. Itt mondjuk, hogyha visszafordulunk, akkor úgy kb. A házhoz érjünk vissza, tehát nem nagyon tévedjünk el. Mert lehet, hogy ezért nem fogunk találni semmilyen állatot. Így jó, okés. Hát át kell menni túl oldalra. És így elvileg amúgy halt lett az előző videó, most próbáltam magam egy kicsit hangosítani. Nagyon remélem, hogy nem túlságosan hangos, meg ilyesmi. Fú, már nagyon eljöttünk. Ez is kicsit bejt, mert annyira nem akarok eljönni. Mondjuk, szén. Ezt gyors szedek, mert az kell. Ez kelleni fog nekünk. Ha esetleg nem találnánk bárányt, akkor legalább tudunk bányászni, és fáklyával tudunk bányászni, nem csak úgy a sötétségbe. Mert hogy ugye, mivel be van rakva ez az ilyen ultra shader, emiatt sokkal sötétebb van a bányákban, ezt elhihetitek. Majd ezt meg is látjátok. Nem tudom, szerintem még annyira sötét bányában nem voltunk, ami annyira le volt zárva, szóval erre még nem láttatok példát. Ó. Már egy le kajacsípunk. Jó. Menjünk erre. Várjunk, én hallottam valamilyen állathangot. Ami az első 1 percben lehet, most is akadozik a felvétel, ezt nagyon sajnálom. De OBS-sel veszem fel, és így fel kell épülni a valamire a felvételek, meg tesz felvételeken is csak az első 1 percben laggol. Szóval szívás. De nem biztos, hogy most fog. Nagyon remélem legalábbis, hogy nem, mert jó lenne. De ennyire nem akarok eljönni. Aj. Menjünk egy kicsit arra, és akkor forduljunk vissza, esetleg a ház másik irányába nézzünk körbe. Én nem tudom, mert elvesztjük a házunkat, az nem túl szerencsés. Egy koordinátát lehet menteni kellett volna. Jaj, jaj, jaj. Nem lesz ez így jó. Hogyha nem lesz bárány, egy darab sem. Még egy darabbal sem megyünk sokra, de még mindig többre. Annak miért hiányzik így a fele? Mindegy, érdekes. A közben ott csonti, azt így én illedelmesen kikerülöm. Mert csontfázra nem lesz szükségünk egyelőre, mert nincsen kertünk. Jó, itt voltunk szerintem. Mindig azt hiszem ezekre a fehér szarokra, hogy ez bárány. Aj. Jó, ott a házunk, látom. Az már egy jó jel, tehát visszatértünk. Tudjuk, hogy itt a házunk. De még egy alma van nálam, az 2-t tölt, ha jól tudom, szóval de egy igazából. Ez már nem derül ki, mondjuk, hogy 2-t vagy másfelet tölt, én úgy emlékszem, hogy 2-t. Lehet nem kellene ennyit sprintelni, de hát... Hú, az jó. Az jó. Ajjaj, csirke. Ó, tehén. Te is megfelelsz egyelőre, mert legalább akkor lesz húsom is. Mert kezdünk kifogyni a kajákból. Csirke. Te vasz. Viszlát. Ó, ott még van csirke. Ha van csirke, meg tehén, akkor... Na. Ha van csirke, meg tehén, akkor lehet, hogy van bárány is. Esetleg valahol, nem tudom. Bárhol. Hú, azért ezt el is mentem indexképnek, mert ez itt egy elég jó látvány volt. Ott van egy bánya, és hát az nagyobb bánya, szerintem az csak felvezet így kicsit a hegy tetejére, vagy nem tudom. Nem hiszem, hogy annyira a mélységbe vezetni, hoppá. Ne! Na, megint nagyon eljöttünk.
Az a helyzet, és hiába jövünk el, nem látok bárányokat. Se pókokat, mert pókokból is lehetne ilyen, nem tudom mennyiből, de négy fonálból, azt hiszem tudunk egy apjút csinálni. Nem tudom, hogy egy mennyit tud adni maximum, de egy, szerintem egy 10-12 pókot meg kéne ölnünk hozzá. Ami így nem nagyon fog beteljesülni. Kanyon. Kanyon, az se rossz. Hát nincs jobb ötletem, mint még erre elnézni. És aztán megfeladni. Ó, ott az egy malac, ha jól látom. Hát már majdnem minden állatot megtaláltuk a Minecraftba. Csak a bárányt nem. Amire szükségünk lenne, de hát ez pont ilyen. Akkor tudod mit? Ne adj bárányt, ne adj, mert az szörnyű lenne, hogyha adnál bárányt. Hú, én ezt ki se bírnám. Próbálom manipulálni a játékot, hogy adjon. Csak disznót ad. Tudja, hogy mi van. Nem lehet átverni. Túlságosan okos. Azokat a disznókat igazából megölhetjük, mert why not? Jó, figyelni próbálok a hangokra, hogy esetleg a leghalkabb ilyen mekegés, nem mekegés, mit csinál a bárány? Tehát berreg, nem tudom, nem jut eszembe a jó szó, de ja, értitek mire gondolok, szerintem. Erre lehetne egy random bárány. Tehát ez egy lapos terület, de csak disznót ad be, persze. Három bárány! Jól látom? Három darab olyan, ami ad is húst, vagy meg mi az gyapjú. Köszönöm játék, ez az! Van ágyunk, szóval már este nem kell így unalmas dolgok alá foglalni magunkat, mint például este bányászat, mert most azt maximum az alvás helyet csinálhatnánk, főleg, hogy 1.15-ben játszunk, szóval... Hoppá, skeleton. Az nem kell nekünk. Tehát 1.15-ben játszunk, szóval a fantomoktól is félni kéne. Nem tudom, normálon játszunk, tudtommal igen. Főleg ezt le is lokkolom, tessék. Húhú, ennyi le van lokkolva. Tehát, hogy... Azért szerintem normálon azért sebeznek viszonylag sokat a fantomok. A telneket megöljük. Mert bőrszett. Bár nincs is nálunk még egy darab bőr sem, szóval. Megvan az első bőr. Három darab, na, vajon? Tudunk sapit csinálni. Tehát én inkább sapit csinálok szerintem, mint... mi az csizmát? Jó. És akkor most kéne valahogy visszatalálni a házunkhoz. Itt, erre én nem emlékszek erre a helyre. Szerintem menjünk el erre. Ujjaj. Közben megy lefele a nap. Az nagyon nem lesz jó, hogyha eltévedtünk és megy lefele a nap. És úgy látszik, hogy megy lefele. Ujjaj, ujjaj. Kezd sötétedni a játék. Ajjaj. Ajajajajaj, nem erdős területen volt, hanem erdős terület mellett. Nem érdekel, meg kell enni párat, mert sprintelni kéne. Jön fel a hold! Ajajajajajaj. Hol a... vár... Jó, nincs jobb ötletem, mint gyorsan most lekraptolni egy ágyat, és itt aludni a semmi közepén. Így. És így. Abból haza tudjuk vinni. Jó, gyorsan aludjunk. Még jó, hogy eszembe jutott. Sweet dreams! Woohoo! Respawn point set. Ajaj, az se jó, de mondjuk a házunkhoz alapból nem volt respawn pontunk, mert nem volt ágyunk. Merre építettük? Jó, ott még van bárány, de ló meg tehén. Tehát neked megöljük lóhoz, hogy előre nem kell. Szerintem mi nagyon elkalandoztunk. Tehát mi nagyon nem ott vagyunk, ahol kéne, hogy legyünk. Bőr érdekében megöljük ezeket az állatkákat. Sajnálom, bocik. Jaj, ez így nagyon nem lesz jó, de tényleg.
Jó, mondjuk az a ház annyira nem volt fontos számunkra, vagy hogy mondjam, tehát, hogy annyi mindenünk nem volt ott, még ágyunk se volt. Ládába se raktunk szerintem semmit. Tehát maximum pár fablokkot elpazaroltunk, hogyha tényleg elvesztettük. De azért az se esne jól, mert most így ott volt, egy viszonylagos területen. Ha jól emlékszem, parton is volt, vagy legalábbis part közelébe, szóval lehet így. Vagy ez nem az a kis sziget. Kis szigetet is kéne keresni, mert emlékszem, hogy átmentünk valami kis szigetre, és utána építettük meg a házunkat. Találtunk valamilyen kisebb darab földet, így random. Akkor lehet, hogy abból kéne valahogy tájékozódni. És amúgy nincsen berakva a keep inventory, szóval ha megdöglök, az nem jó nekem. Meg alapból a fa tetején élednék, mert ott aludtam. Most még az, hogy elveszteném a cuccaimat, tehát, hogy annyit nem ér. Vajon visszatalálunk? Nem tudom. Ha a premierben nézitek, akkor írjátok, hogy hashtag találjam meg, vagy nem tudom, valami ilyesmit kéne már tolni. Ú, part. Kérlek. Kérlek, nem. Szerintem nem. Az mi? Méhecske. Jaj, de cuki! Hol a kaptárad? Mutasd. Hol a kaptár? Szevasz! Szia, méhecske! Hello! Szevasz. Itt a kaptár. Teli van. Tudod, hogy ez csak gyengéd érintése lehet felszedni, szóval egyelőre. Hagyjuk meg őket így jellegélni. Meg ilyesmi. Hú, sima terület. Esetleg nem erre voltunk. Megint ennünk kell egy kis nyers húst, mert meg kell lennünk. Itt a part. Úgy megint csak nem egy part, hanem egy öböl, ahogy látom. Volt még már, nem. Ráadásul nem is öböl, hanem nem tudom, egy ilyen tavacska. Hát, nem hiszem, hogy már megtaláljuk, srácok. Szerintem fölösleges lenne keresni ezt. Inkább el kéne kezdeni építeni egy új házat. Azzal többre mennénk. Oda. Az ott nagyon szép helynek látszik. Jó, kezdjünk el úszni. De szép a víz. Nagyon adom. Asztalat félig itt vagyunk. Így. Megvan a víz effektje. Delfin! Delfin! Aj, nincs halam, pedig ő hajoltan elvezetne egy üvélt. Mi az buried treasure? Az micsoda? Hát ilyen kincshez. Így tudnék fogalmazni. Jó, őket lemészároljuk. Sajnálom. Bocsik. Szintén. Aztán úgy közben megtalálnak kiégni. Hát, erre mondjuk már nem hiszem, hogy sor kerül, mert ide elkezdünk építkezni. Ide egy ilyen kis ház. Ilyen partmenti. Lakás, készülék, dolog, valami. Hát, mondjuk fát biztos, hogy el kell mennünk vágni, tehát, hogy ez fix. De legalább már van kőbaltány, tehát egy kicsit ez gyorsabban fog menni, meg van ágyunk, tehát lerakjuk, és akkor nem is kell sötétben fát vágnunk. Bár lehet, hogy ezt már alapul úgy kéne építeni, hogy van benne kert, nem tudom. Mindegy, van nálam négy, de inkább még most elmegyek megcsinálni. Mennyi bőrünk van? 15? 24 kell tudtam már egy teljes szethez. Közel állunk hozzá amúgy. Mennyi? 8, meg 7. Akkor inkább csinálunk egy nacit, illetve egy melvértet. Annak több értelme van. Meg amúgy is menőbben néz ki. Nézzük, csak ezt a fát kivágjuk, megnézzük, hogy ez mennyi deszkára lesz elegendő. Aztán, hogyha az elegendő lesz, hogy felépítsük a teljes házat, akkor berendezzük, és utána mennünk kell bányászni. Ez annyi, mint 35 darab ilyen.
2x64. Kb. Reméljük. Volt az az árnyék is. Nagyon menő, srácok, nagyon adom. Először játszok így Shaderrel, le vagyok nyűgözve. Vagyis hát úgy, hogy nem ilyen 10 FPS-en van, tehát hogy lehet, hogy egy titeket irritál, akkor lehet, hogy fog valaki kicsit visszavenni belőle, de tényleg szerintem nektek is tetszik. Ez hozzáad a Minecraft feelinghez. Hoppá, ezt ide nem akartam. Illetve még annyit szeretnék esetleg megkérdezni, hogy hogy megy a karantén, elvileg hétfőtől már ki lehet mozdulni, tehát lehet találkozni, nem nagy létszámba, csak tehát ilyen 500-nál több gondolom még mindig nem lehet kültéren, meg 100-an, beltéren, meg ilyesmi, amit hoztak, nem tudom pontosan az már hogy volt, tehát szerintem ekkora létszámukkal még nem lehet találkozni, de így 10-zel szerintem simán, de saját egészségetek érdekében azért szerintem 5-nél több emberrel ne találkozzatok egybe, maximum külön-külön. Tehát, hogy van esetleg valami találkozó nálatok betervezve, vagy ilyesmi. Ebből lehet a betonport. Hoho. Az is jó. Szerintem, hogyha kiégetem a betonport, akkor lesz belőle beton. És azért a beton az ilyen egyszínű. Most gondolkozok, hogy azt megnézem, hogyan kell craftolni. Várj, az wool. Ez wool volt? De rossz. Én meg azt hittem, hogy mi a neve, ilyen betonpor. Minden próbálok így angolról átfordítani magyarra, mert én azért a legtöbbször angolul játszottam a játékot. És, ja. De az meg nem jó, hogy így elkezdek angolul beszélni, akkor már nem angol a videó. Tehát, hogy ez ilyen félig magyar, félig angol, az ilyen gáz. Még szerencsé, hogy hármat ad, mert így most már van egy ajtónk. De nincs fákjánk. Ezt gyorsan craftolni kell. Jó, így. És akkor amennyi ebből kijön. Az annyi, mint 16. Tökéletes, így elvileg ide nem spawnolhatnak szörnyek. Hoppá, ezt így, és így is, akkor szignál van rendezve. Úristen, de világos. Valahogy úgy kéne csinálni, hogy így itt ki. Itt egy kicsit még széljelöbb szedem a homokot. Legalább lesz üvegünk is belőle, azt is lehet pozitívumnak venni. És így itt egy ilyen bánya részt így kialakítani. Így, és akkor mondjuk innen meg majd ásunk tovább, ha kell. De ezt így körbevenni. Jó, akkor vágunk még fát. Nem túl izgalmas a favágás, de hát most ez van. Igazából ti szavaztátok meg, hogy ilyen hosszú részek legyenek, és ilyen rövidebb részekben pedig úgy lenne, hogy felveszek egy hosszabb anyagot, és abból esetleg kivagdosom az ilyen részeket, vagy felgyorsítom, vagy ilyesmi. Lehet inkább a felgyorsítást választottam volna amúgy is, mert abban még úgy se lehet belekötni, hogy vágás közben addoltam volna, vagy nem tudom. Tehát azért gyorsításban látszik, hogy mi történik. Aj. Jó, oké. Aj. Nem látom, hogy hol van még fa. Nem tudok valahogy, az nem sokat ér. Na nézzük. Még van. Így, jó, oké. Jó. Szerintem ebbfelett már el se érnénk. Jó, még elérnénk, de azt kitérlek el majd, hogyha jobbak lesznek a látási viszonyok. Mert megy le a nap? Akkor nem szóltam. Jó, gyors. Ágy! Jó, még ez... Ha mondjuk még ez annyira nem este, de... nehéz megállapítani így sérülőbe. 32 pontosan. Nem így, így. Ami 264-et jelent nekünk. Így. Így szépen van egy bányánk. Ezt is így befedni. Hát már csak a látszó kedvéért is így ide beépítem. És akkor ez így itt jól néz ki.
Meg ilyesmi, és akkor most már tudunk aludni. Királyság, annyira nem akarok este mozgolódni, mert nem tudom annyira, még nem vagyunk felszerelkezve, még le se craftoltam a szettet. Így, egy. End kettő. Bam, bam. Hogy nézünk ki, milyen királyság már. Még ezt átcserélni. Ezért így. Kis látszat esetleg. Az első párat így megcsináljuk jóra. Így ezt ássuk ki, itt is. Utána meg már lehet ronda. Annyira úgyse fog látszódni. Meg nem az lesz a lényeg. Hoppá. Így. Jó, még... Még ezt, meg akkor ezeket, jó, hogy már... Ez mi? Ez is homok? Hát, ezek szerint homok akar lenni, de nem tudom. Nagyon hülye színe van. Szóval nem tudom, mi az igazság. Hoppácska. Bár mondjuk azt is lehetne ide tenni. Utamarosan. Sőt, most. Így ide fáklyákat. Craftolni kell ajtót. Mindenképpen. Dzsungla ajtó nem, mert ez... Ez jó ajtó, meg az, hogyha esetleg ezt áldat is valamilyen úton módon elveszítenénk, akkor legalább lesz ajtónk. Ezt itt kiássuk. Úristen. Ez a világosság, ez mindig nem rögzült bennem, hogy ilyenkor esetleg hunyorítsak, vagy nem tudom, bármi ilyesmi, mert amúgy kisüti a szemem. Jó, így. Ház. Banya. Tökéletes. Így. Még jobb. És akkor... Gyors, szerzünk kemencére valót. Azaz követ. Jó, és meg is van. Gyors, lekraftoljuk, aztán így. Jó, néz ki, az jó lesz az. Meg ilyesmi, nem kell túl bonyolítani. Csak én akarom ennyire dizájnosra csinálni, de... Én is tudom tudat alatt, hogy... Nem tudok dizájnolni. Szóval rip. 31 marha húsunk van. Mennyi ideig megöltünk? Te hinkét. Ez mi? Hát ezt ezek szerint nem kapom meg, de... Ha jól tudom, a seaweed az az ilyen hínár. Az jó valamire? Valami olyanra emlékszek, mert nekem volt azóta egy 1.15-es survivalom, csak a haverjaimmal így videón kívül. Valami olyasmit mondtak, hogy az jó égetésre. Vagy nem tudom. Azt tudom, hogy ez a nem nád, bambusz az, az király. De hogy a hínár. Fogalmam sincs. Mindent kipróbálunk már igazából, miért ne? Ezt az 5 steaket kivesszük. Megyünk. Tényleg nézzük meg az advancementeket. Aha, az ott egy kicsit bővültek. De miért? Biztos. Mi ez? Smart Ironing-et? Hát faluba még nem tartunk. Kill any hostile monster. Mi ez? Me give a pillager a taste of their own medicine. Biztos. Nem tudom, már itt mi történik. Csak úgy nézek, hogy mik ezek a nevek. Miért azóta nem sütt? Ja, mert hogyha megállítom, akkor megáll a játék. Jaj, de jó. Akkor kéne nekünk szörnyet ölni. Vagy bányászni. Szerintem én most jelenleg a bányászás mellett döntök. Na, zárj be. Nem is értem, én nyitottam ki. Na, és bele kéne futni valami bányába, mert... Nagyobb az esély, hogy random vannak zombik, esetleg csontvázak, vagy szerintem creeper is, sőt, de biztos, hogy a creeper hostile-nek van véve. Ez az ilyen ellenségesnek. Hallok denevért, illetve zombit. Erre erősödik. Hoho, vas. Oké. Okay.
hogy ilyennel tudjuk kiegészíteni. Ó, még itt van vas. Nem akarok magam alatt ásni, mert ugye az a Minecraft fő szabálya, hogy magad alatt nem ásol, mert véged van. Így. Meg nem akarok belecsöppenni egy nagy, mi az, kanyomba sem, mert az jó nagy fall damage-et jelentene nekünk. Na, ide gyorsan kívunk le egyet, hogy ide mögénk azért ne spawnoljon be semmi, mert annak nem örülnék. Valahol nagyon közel vannak. Nagyon hörögnek. Várjatok, megpróbálom meghallgatni, hogy melyik oldalról. Szerintem bal oldalon lesz. Erre. Erre lesz valahol. Valamiféle bánya. Kupán. Nem akartam magam alatt ásni, mert ez tilos. Erre erősödik. Felettünk lenne. Nem tudom. Az a baj, hogy nem X-ray ez, és hát nem baj, mert az X-ray igazából hack, de X-ray-e könnyebben is találnánk. De a texture pack-em sincs X-ray, vagy nem tudom. Tehát az X-ray az, amit én soha nem használtam. Semmilyen körülmények között. Hát emlékszem, hogy még régebben Huzunival killauráztam, meg ilyesmi. De az X-ray az nekem kimaradt az életemből. Mi lehet nem is baj, mert igazából... Hát jó. Oké, hát akkor ez majd később kiderül, megyünk haza, és megszerezzük a... azt a küldetés, nem, achievement, mi az? Nem küldetés. Nem jut eszembe magyarul, srácok, nem tök magyarul. Jó, legyen küldetés, nem érdekel. Jó, ez elég volt. Így. Megszerezzük azt a... azt a valamit, hogy acquire hardware, smelten iron ingot. Most nagyon gondolkozok, hogy mi az achievement magyarul. Nagyon nem jutnak eszembe magyarul a szavak, srácok, és ez tök kínos. Addig nem tudom, csodálkodjunk a vízben, milyen jól néz ki, így. Hú, de jó, haha, miközben sül a... chicken. F1-be se öltem még csirkét. Ezek valahol nagyon itt vannak, mert még itt fent is hallom. Hogy innen hallanám az erdőbe, hogy itt maradt esetleg pár. Innen. Wait a minute. Nem itt? Nem a bányatóba? Nem. A fű az érdekes. Fű az nagyon érdekesen lett lerakva. Hopp, hopp. Hát, ha megütöm, akkor rájön, hogy hoppi. Hopika, valamit elrontottam. Na, hol tart a vas sülés? Ez pont arra jó nekünk, hogy csináljunk kettő darab vas csákányt kéne csinálni. Úgy is van még egy csomó, mennyi 11, ami jelenleg sül, szóval igazából, ja. Isn't it iron pick? Woohoo! Mi ez? Fill a bucket with lava, protect yourself with a piece of of iron armor. Deflect an arrow with a shield. Mi van? Hát ezek már nagyon távoli jövők, meg ilyesmi. Ezek azért még nem most fognak megtörténni, hogy gyémántot találunk. Bár megtörténhetne, én örülnék neki, hogy esetleg ebben a részben egy gyémántot találnánk, de valószínűtlen. És ezt be kell látnunk, ez van. Tudunk... csizmát csinálni. Illetve tudunk fejest csinálni, illetve tudunk akkor kardot is. Na várjátok, ez 200 IQ, meg ilyesmi. Gyorsan együnk. Tehát van még nekünk most 5, ami sül, illetve 2, ami már kisült, ami 7 darabot jelent. Ha csinálunk egy helmet, azt se teszem meg. Fejes, sapkát, sipkát, vagy ilyesmit csinálunk, akkor megvan a fullos set, plusz tudunk egy kardot csinálni, mert ez 5-be kerül, ez meg 2-be.
A többit azért nem éri megcsinálni, tehát mondjuk csinálni egy csak vas nacit, mert már van, csak bőrből. Lehet idővel azt fejleszteni, de ez most jelenleg szerintem nekünk jobban megéri. Jó, mindegy, nem magyarázkodok. A lényeg az, hogy ez van. Ennyi. Ugye ez nem RTX, tehát ez nem RTX mod, vagy ilyesmi, hanem ez csak szimplán video settings, shaders, és ennyi, itt van. Chocapic Extreme, Chocapic Light, Chocapic Ultra. És csak a V8 van tudtommal 1.15-re is. Ezért, yep. V6 az nem fog meg a V7 szerintem működni itt 15-en, csak a V8. V9 vajon már van. Szerintem az 1.16 lesz. Jó, hát ezen még annyira nem kell gondolkodni, mert kit érdekel random, hogy lesz vajon a V9 egy shadernek. Legtöbben nem is tudjátok szerintem, hogy ezek így miért szolgálnak, meg mit szolgálnak. Szóval abba is hagyom, és megyünk vissza bányászni. Nem megyünk vissza bányászni, hanem csinálunk még fáklyát. És utána megyünk bányászni. Mert még van egy csomó időnk, még csak fele telt el ennek a résznek kb. Köszönjük, ki is vettük. Nem akarom az egészet elhasználni, de egy 11-et. Hát az mondjuk kb. Már az egész, akkor kit érdekel. És itt tényleg van második kéz. Akkor ennyi. Easy. Mehetünk professzionális bányászó gamer valami dolog. Bánya hangok, nagyon adom. Erre van, vas. Mire? Hát azt nem akartam, de opácska, ott is van még. Hát igen, nehéz észrevenni így shaderrel tényleg mindent. Jó, lerakok egyet, kit érdekel. Azt a rohadt mennyi vas. Ez lesz vagy 20. Jó, megvan szerintem a teljes vas armor. Mennyi az? 15 darab kell még. 19, pontosan. 15, 18. Ami azt jelenti, hogy igazából már az eszközök is megvannak, mert már csak egy balta, meg egy ásó kell vasból. Az ásó annyira nem fontos, hogy vasból legyen, de igazából miért ne? De merre vannak? Nagyon hörögnek. Nem tudom elképzelni, hogy hol lehetnek. Esetleg most beleások. Lehetséges. Na, semmi. Szén. Wow. Se vettem volna észre, csak úgy random. Lehet, észrevettétek, de én nem. Mávak vagyok, meg szemüveges vagyok, és úgy látszik szemüveggel se sikerült észrevennem a szemet. Szóval ennyi. Mennem kell újra szemészetre, új szemüveg kell nekem, ami éjjel látó, meg ilyesmi. Kicsit be vagyok rekedve, vagy nem tudom. Nem vagyok hozzászokva, hogy ilyen egy órás részeket veszek fel. Kezd habzani a szám, meg ilyesmit. Tudjátok mit? Iszok egyet. Nem tudok jobbat. Nem akarom, hogy így ízeljen. Hülye legyen a beszédem. Jaj. Meg kezdek kifogyni a szavakból. Jó, nem érdekel a bánya. Menjünk erre. Amerre csak tudunk lefele. Erre menjünk lefele, a gyémán szintjére. Iszkiri. Bam. Mi most hanyas szinten vagyunk? 40-esen, és ha jól tudom, akkor 14 és 4 között talán. De én a 10-es szinten, meg a 9-es szinten szoktam bányászni, szóval tök mindegy. Ott biztos, hogy van. Ott már találtam. Wow. Most nem fogom kiszedni alóla, mert oké, hogy szén, de azért annyira nem értékes az nekünk. Meg maximum lent szedném ki, mert vas mellett lehet. Oh, ez gravel. Azt hittem, hogy ez andezit. Azt hiszem, kaptunk flintet. De jó, lesz flint and steelünk. Végülis van egy rahedli vasunk. Igazából ollunk is lehet majd esetleg. Miért ne? Mindent meg kell csinálni. Arany.
az nem rossz alanyalma szempontjából, így a távoli jövőre nézve, megint nagyba kell gondolkozni, és belefutottunk egy bányába. Azt a rohadt srácok, de megijedtem. Ne tudjátok meg, mennyire összerezzentem. Tényleg nagyon megijedtem. A húzi nem. Mennyien vagytok? Ó, megkaptam Monster Hunter-t. Szevasz. Megint ne jön semmi. Az ott egy pók. Én nem adok effektek. Nagyon félelmetes. Amúgy esküszöm. Esküszöm félelmetes, hogy vajon most meg fogok-e halni. What? Hoppá. Jó, robbanj nyugodtan. Engem nem érdekel. Elpróbálnék oda menni, minden esetre. Mert ez itt már szerintem a dia szintje, az ott szerintem arany, nem dia. Creeperhöz úgy nincs kedvem leugrani, mert miért ugranék le egy creeperhöz? Oké, az ott felrobban magának. Nézzük. Dia? Nem, arany. Jól tippeltem, sajnos. Nem, ez a 22-es blokk, szóval itt még nem lehet dia. Itt víz van. Wow. Elég furcsa. Nincs valami lefele vezető út? Esetleg nem. Zsák utca. Erre? Oho, ez lefele vezet, ahogy látom. Igen. Szerintem már a délszintjén vagyunk. Nem, még nem. És pont ott ér véget, jó. Legalább tudjuk, hogy erre kell menni, és akkor bányászás nélkül lejutunk arra a szintre. Jajajaj, más lefele vezető út esetleg. Ez felfele vezet, ahogy látom. Meg itt lefele. Ó! Már azért fákjáznom kell. Lassan. Ahova nézek. Looking at. Ez a 10-es blokk. Oh, de menő néz ki, nagyon menő. Nagyon adom. Jó, redstone-t kiszedjük, mert dia szinten vagyunk, és redstone mellett lehet dia. Nem volt. Oké? Okay. Ezt megtudtuk, hogy nem volt. Sajnálatos, de lehet, hogy most fogunk diát találni. De a shiftelés közben azért most már tényleg látszik, hogy ekkora vagyok alapból, és ilyen shiftelve. Ami kellett. Ú, de nagyon jól meg van csinálva, hogy így a láva effektje, vagy nem tudom. Vagy ilyen nem úgy világít meg, hogyha ránézek, akkor minden sötétebb lesz. Már a valóságban is ránézel egy tűzre, így sokáig, vagy egy jó lábát még én nem láttam, de tűzet már igen, tehát ránézek egy tűzre, akkor így ráfókuszál a szemem, és a többi minden az meg sötétségbe borul. Ugyanez van telefonnal való fotózáskor, vagy bármilyen fókusznál fotózáskor. Olyankor elsötétül a többi rész. Lap is, azt kiszedhetjük, mert miért ne? Egyetlen egy darab. Szóval semmi. Biztos. Vas? Vas mellett? Redstone van vas mellett. Az se rossz. Mert lehet majd akkor ilyen automata farmokat csinálni, gondolom én. Vas, kérlek, tartalmaz nekem diát. Jó, hogy oda nem mentünk be csak úgy, mert most halottak lennénk. Jó, nem lennénk halott. Felvigyázni kell, hoppá. Nem baltával szeretnénk kijutni. Még felmenni is érdekes lesz, de jó, az egyszer majd csak felásunk. Ez most egy ilyen bányászós rész lesz. Úgy látszik. De itt az egész ilyen. Haha. Jó, ja, találva nem állította meg őt. Jó van. Kedves. Elővigyázatosan kell menni.
Egy darab fákjánk van. Hát akkor ezt sajnálom, de... Egy darab fákja, de van nálunk 25 darab szén. Menjünk tovább. Menjünk tovább, kit érdekel? Ennyit lekraftolok. Ezt így át. Köszönöm. Van 49-ünk. Nem akarok most megállni a csúcson, mert itt vagyunk lent. Most kéne diát találnunk, de úgy nagyon. Van egy másik csákányunk, szóval azzal nem lesz probléma. Még szerencsé, hogy hoztam. Az jó döntés volt. Így. Hoppá, nem károt. Nem Iron Pickaxe. Esetleg valami... Nem hagytunk el diát. Hát ez szomorú történet. Jó, mondjuk annyira régóta nem ásunk, de... Mennyire menő lenne, srácok, hogy én itt ásikálok, tehát így ások, és így... Úristen! Dia! Már nem tudom. Valami ilyesmi reakciót kell. Jó, tudjátok, mint megígérem, hogy most diát találunk, akkor ilyen reakcióm lesz, nem pedig valami értelmes reakció, nem, akkor elvicceljük. Mert a dia igazából egy vicc. Egy idő után már haszontalan lesz konkrétan. Tehát felépítesz belőle 3 darab szettet, enchantable eszközök, enchantolod azokat, azt a 3 szettet, és kb. Ennyire volt jó, meg beaconbe berakni. Ugye, értsznek. Még arra jó a dia a később jövőben. Redstone, az jó jel. Mert redstone mellett ugye vár, mondtam, lehet dia. De hát nem vagyunk szerencsések, mennyi. Ja, mi 11-en ásunk, a szerencsés. Az énk az 9 és 10 között. Most még 9 és 10 között. Azért nem találtam még diát, fogjuk erre. Természetesen, nyilvánvalóan azért nem találtunk még diát, mert nem itt voltunk, nem itt áskáltunk. Találtunk megint redstone-t. További redstone. Már ezeket fel se tudjuk szedni, valami dobjunk ki. Mag. Annyira nem kell nekünk szerintem ide a bányába. Mi ez a hang? Hát, gondolom ezt én is hallottátok, vagy nem tudom, OBS-ben azért fel van véve a játék hangja, remélem, hogy nem túlságosan. Lábát hallok valahol. Meg is van. Gyorsan, gyorsan. Ne. Jézus úristen. Itt vagyunk. Hoppá. Ebben megint majdnem belesétáltunk. Hát halálközeli élmények, meg ilyesmi. Redstone. Megint csak bízok benned. Nem tudom, bízhatok-e benned. És nem. Most milyen szinten vagyunk? Megint 11-en. 11-en vannak a lábák. Asztalolt. Már megint majdnem megdöglöttünk. Asztalolt. Mert nem szaroznak. Ezek meg akarnak minket ölni. Konkrétan. Jó. Így. Szerencsés szinten vagyunk. Ha hihetek a... Aj, nagyon keveset bír már a pikek. Szerintem most kéne az, hogy felépítem magam. De szeretlek! Mi van? Hogy ez egy új bányarész. De felfele megy, szóval az jó.
Nem tudom mondjuk meddig. Á! Jó. Halt. Halt. Jó, innen kell falásnunk. Reméljük kibírja a csákány. Hanyas blokkon vagyunk. 26. Hallok valamit. Valami császkálást. Meg ezt így lehet magam alá kéne raknom mindig. De ahogy mondják a nagy Minecraftosok. És akkor a shader beledöglik, hogyha a nagy isten ránk esne. Érdekes lesz, kíváncsi vagyok, mennyire mászkáltunk el. Esetleg ott leszünk a házunknál. Vagy abszolút nem. Ezekre a kérdésekre hamarosan választ kapunk. Szerintem az még nem a normális föld, az csak így random föld. Nem! Ilyen izébe vagyunk. Ott a ház. Jó, annyira nem jöttünk el, királyság. Hal. Wow, mennyi hal. Tök jól néz ki. Gyors legyünk egy steaket és égessük ki mind. Királyság. Hoppá. Ez a mi ajtunk. Így ide ez. Bepakoljuk és fullos vasszett. Ennyi. Tényleg kéne több. Mondjuk még. Még kettő darab kemence. Majd meg kéne nézni, hogy hogyan lehet olyan smokert, meg ilyesmit craftolni. Azokra is kíváncsi lennék. Nincs jobb ötletem, mint hogy ezeket szétosztani, és akkor ezt bepakolni. És akkor esetleg még ezt így. Ezt meg így. Ott 25 darab. Várjátok, ez így nagyon nem lesz jó. Három fele kéne elosztani. Tehát. Ezt így ide mondjuk. Ez meg így. Na nézzük. Így. 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 Minden ég, minden aminek kell. Így sokkal hamarabb ki fog sülni ebből valami. Na jó, amíg ezek sülnek, iszok még egyet, már megint hangzik a szám, és nem azért, mert veszett vagyok. Most nagyon beszarnék, hogyha visszanézem, és az egész egy laggos szar lenne, az egész felvétel. Ne tudjátok meg, mennyire ideges lennék. 45, nem, 48 perce megy a videó. És így annyi anyag menne a kukába. Szerintem ezeket megvárjuk, lekraftolom a szettet. Mi legalábbis azt várjuk meg, hogy lekraftoljuk a dolgokat, és ennyi. Oké, a set az már akkor igazából done. Tehát 1, 2. Kéne nekünk láda is. Na, majd lesz. Q. Üzé, valami. Balklik. Ablak. Az is jó jönne. Oké, és jó, vágjunk fát. Gyorsan. Vágjunk valamiféle fát. És ennyi. Jó lesz a töltfa is, mert nem fog számítani, tehát nem építésre vesszük. Hú, de fura, hogy így mozog a levél. Rendesen egy kicsit beszédültem tőle. Így. Ezeket gyors kidobáljuk egy picit. Majd felszedjük. Hol van? Ja, nem tudtam felszedni, mert maxon voltam. Jaj, de jó. Ott van a sok fa. Na. Upcraftolni. Easy. Kettő láránk is van. Egy bű.
Egy bű. Így, és akkor ide pakoljunk le egyelőre mindent, és majd kiveszünk, ami fontos. Jó, valahogy így. Még ezeket bepakolásszuk. Itt volt 4. Itt 6. Itt 5. Gyors kraftoljunk ebből dolgokat. Na nézzük csak. 2 csákány mindenképpen. 2 csákány. Balta meg egy ásó. Tehát így. Így. És így. És akkor igazából ezeket be is rakhatjuk ezeket sülni. A húsokat. Amiket eddig nem sütöttünk ki. 2 darab. 1 darab. Jó, mindjárt kisülnek, aztán el is köszönök már. Most nem lesz egy órás, hát most kit érdekel, hogy most 1 óra vagy 51 perc, vagy mennyi 52, nem tudom pontosan mennyi idő lesz így végül. Majd meglátjuk. Oké, gyorsan, gyorsan, na. Kösz, csá. Meg így berakjuk, hoppá, egy Steam értesítés, köszönjük szépen, Steam. Ezt is berakhatjuk már. Itt érdekel, ez se érdekel, más se kit. Senki. Te érdekel. Még engem érdekel. Mi nagyon gyorsan elmegyünk egy tölgyfát kivágni. Aztán megyünk el igazából aludni. És vége a videónak kb. Jap. Úristen. Nagyon sötét van. Nem látom az ajtót. Így. Vagy most aludjunk. Aztán csinálunk páncélt. Mert ez jó lesz nekünk úgy. Úristen. Úgy is kell nekünk. Ha jól tudom, így kell kraftolni. És akkor ide egy vas. Pontosan. Jaj, és akkor így. Bam. Milyen menők vagyunk már. Easy. Jó, azokat nem rakjuk be. Na. Szóval, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett, dobjátok egy lájkot, iratkozzatok, felnyomjátok be a csöngőt, és csatlakozzatok a csatornához, hogyha szeretnétek. És ezennel a részt lezárom.